Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, szép napot kívánok! Folytatjuk az iterátoros témánkat, még egy kicsit rákcsáljuk, viszont ez már tényleg a befejező része ennek az iterátoros kis fejezetnek, vagy szeansznak úgymond. De még azért van még itt mit tenni. Szerintem ez még egy ilyen elég jó kis szemléltető példa lesz. Nevezetesen pedig az, hogy a dokument struktúránkba, vagy hát a dokument osztályunkba fogunk egy ilyen find and replace műveletet készíteni. Kicsit hosszú lesz, meg hogy mondjam, kicsit olyan sziszi-fuszi, de szerintem nagyon jól fogja szemléltetni azt, hogy tényleg az iterátoroknak milyen nagy ereje tud lenni, hogyha tényleg jól használják őket. Legalábbis remélem, hogy ez a szemlélet az át fog menni. Vágjunk is bele. Ott hagytunk múltkor abba, hogy némi kis debugolás után, mert hogy egy pici hiba volt itt-ott a dologban, volt benne egy bug, de sikerült kijavítani, hogy tudunk most már karaktereket keresni, pontosabban karaktersorozatokat keresni, csak hogy tényleg pontosan fogalmazzak. De akkor nézzünk is rá, hogy ez hogy működik most. Ugye, hát egyrészt átadjuk a szöveget, amiben keresünk, illetve át kell adnunk neki egy string sorozatot, karakter sorozatot, bocsánat, amit keresünk. És hogyha megtaláljuk, akkor kírja itt nekünk a keresett szót. Hát valahol belül a programban ott van ugye az első előfordulására mutató iterátor. Ugye ezt itt keressük meg. Pontosabban itt kérjük el ugye ettől a find text függvénytől, és innentől kezdve itt lesz nekünk ez az iterátor. Ugye a standard library is, pontosabban a standard template library is megközelítésnek megfelelően, hogyha eljutunk a iterálandó konténer végig, akkor azzal jelezzük azt, hogy nincs benne az a kis string, amit keresünk. Egyébként meg nyilván benne van, és akkor itt szépen kiírjuk. Jó. És akkor nézzünk egy példát arra is, hogy ha olyat keresünk, ami nincs benne, akkor pedig kiír egy ilyen kis hibaüzenetet, hogy nem találtuk meg. Hát ugye ennek az oka, hogy itt ez a find text függvényen belüli iterátor végére ír a dokumentumnak. Jó? És így akkor ez azt jelenti nekünk, hogy nem lesz meg. Na. És akkor innen folytassuk, és akkor meg fogunk írni egy ilyen find and replace műveletet úgymond, de hogy mit is értünk itt pontosan find and replace alatt. Hát, hogy is kommenteljem ezt most ki. Csak hogy ide a mainbe szemléletesen készítsük el, hogy mit is szeretnénk. Hát nyilván a file megnyitás, beolvasás, még a karakterszám is akár maradhat, tehát igazából az is maradhat. Írjuk is ki a dokumentumunkat, tehát az is legyen meg, és akkor szerintem innen fogom ezt kiszedni, mert akkor ez most nekünk nem kell, tehát a kereséssel most nem fogunk foglalkozni, hanem akkor itt végezzük el ezt a find and replace műveletet. Nyilván iterátorokkal fogunk végigmenni magán a dokumentumon, és akkor szépen megyünk végig a dokumentumon, és keressük azt, amit ki akarunk cserélni. Igyekezzünk úgy megírni, hogy minden előfordulásába kicserélje. Majd meglátjuk, hogy menet közben, hogy sikerül. És akkor ezt ide ki is írjuk. Tehát van ugye nekünk a dokumentumunk, ugye ez a MyDoc, ezen fogunk egy-egy iterátorral végigmenni, és jó lenne megadni két stringet, hogy mit keressünk, tehát mit cseréljünk mire. Kellene nekünk ugye, nyilván ott van a MyDoc, arra majd be fogunk állítani egy-egy iterátort, ugye, hogy mettől meddig, ugye a szokott módon, illetve kell nekünk egy-egy string, hogy mit cseréljünk mire. Tehát tényleg a szokott módon, ahogy azt szoktuk is. Jó, na most itt tényleg ilyen nagyon egyszerű módon most itt inicializálok egy-egy stringet.
Ugye egyrészt lesz az, hogy mit keresünk. Hát most legyen ez a szó. Remélem jól írtam le. Igen. Jó, és hogy mire cseréljük. Hát mondjuk legyen ez a szó, csak mondjuk azt, hogy nem stacionárius. Hát doktori dolgozatomban van egy ilyen téma, ami úgy részben erről szól, és ez az egy-egy szó, ez a szó, ez biztos, hogy benne van abba a kis kivonatba, amit itt hekkelgetünk mi a dokumentum struktúránkba. Jó, na és akkor hogy kéne ezt? Nagyon egyszerű, ugye a MyDoc osztályon belül fogjuk, pontosabban a struktúrán belül fogjuk beírni, és akkor legyen egy ilyen hát Find Replace nevű függvény, és hát tulajdonképpen a szokott módon legyen egy ilyen MyDoc Begin, ugye MyDoc End, tehát ugye egy-egy iterátor, hogy mettől meddig keresünk, ugye ez a szokásos STLS megközelítés, és dobjuk át paraméterül ezt a két stringet. Hát pontosabban majd egy-egy referencia lesz rá, de ez most nem is érdekes. Jó, és akkor nagyjából ennek így kéne működnie, tehát valami ilyesmit gondolnék én, és utána persze azért még kiírjuk majd még egyszer, hogy látszódjon, hogy tényleg megcsinálta-e azt, amit szeretnénk. Na és akkor vágjunk bele. Csak a jegyzeteimet megnyitom. Jó, na hát ugye a dokument osztályon belül lesz nekünk ez a Find and Replace. Akkor ugorjunk is föl ide a dokument osztály definíciójához. Hát itt sok-sok segédfüggvény is fog majd kelleni, de nem akarok ennyire előre szaladni. Hanem egyelőre csak nyomjunk ide egy deklarációt. Ugye hát magát a prototípust, aztán ezt majd kívül definiáljuk. Na és akkor mi kell ide nekünk? Ugye kell nekünk egy-egy textiterátor. Jó, és kell egy-egy string referencia. Hát ezt csináljuk szokott módon const string referenciára. És akkor itt a find, így van a find és a replace. Jó. Jó, 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 jó. Oké, és akkor most itt kívül pedig egész egyszerűen definiáljuk is magát a függvényt. Hát hol lenne szép, mindegy amúgy. Jó, megírjuk ide. Egyébként ezt nyilván külön fájba szoktuk ilyenkor már, tehát ugye deklarációk vannak egy header fájba, a definíciók meg külön egy CPP fájba. Most tekintsünk el ettől, így is a káosz kezd jelentős lenni, most már amúgy is mindegy. Jó, na szóval, akkor definiáljuk is ezt a függvényt. Hosszú lenni a paraméterlista. Hát igen, vagy a paraméterlista hosszú, vagy a betűméret nagy. Ezt majd eldöntitek. Jó. Na, és akkor ugye, hát az elejére teszünk egy kis hibakezelést, ez tényleg csak ilyen adminisztratív jelleggel. Ugye, hogyha ez a find egy üres string, akkor simán csak térjünk vissza, állítsuk le, akkor ne foglalkozzunk vele. Nem akarunk bugokat. Múltkor se akartunk, mégis volt. Jó, tehát ez csak egy ilyen nagyon alap kis hibakezelés. Jó. Na és akkor ugye
Mit kell nekünk most csinálni? Tehát első körbe meg kéne találnunk az első előfordulását ennek a dolognak, pontosabban annak a szónak, amit keresünk. És ugye erre múltkor megírtuk ezt a find text függvényt, hát ezt fogjuk most használni, és akkor itt ugye megy az iterátor, ugye a paraméterül kapott pozíciókon szépen végig, tehát itt a first, illetve a last-on szépen megy végig, és keresi ezt amit ugye megint csak paraméterül adtunk át. Jó? Tehát keressük ezt a stringet. Oké is. Na, és akkor itt jön tulajdonképpen az, amit maga ez a find and replace művelet. Csak ezt ugye majd nyilván sok esetre föl kell készíteni, ugye? Mi van, hogyha a find és a replace stringek különböző méretűek? Mi van, hogyha van egy új sor karakter a replace-be? Vagy mi van, hogyha a find-ba van egy új sor karakter? Akkor ugye a sorokat kell egy kicsit hát lekezelni, úgymond, tehát hogy ezeket a helyzeteket kell kezelni. De egyelőre csak tényleg kezdjük el. Ugye egészen addig fogjuk ezt csinálni, amíg a végére nem érünk, tehát amíg a pozíció nem ér ugye ennek a kis keresési intervallumnak a végére. Alapvetően ezt nyilván a teljes dokumentumra fogjuk, de ahogy mondtam, az iterátoroknál tényleg ez egy ilyen szemlélet, hogy bármilyen intervallumot meg tudjunk adni. Tehát ha mi csak a dokumentum első felébe szeretnénk keresni, vagy find and replace-elni, akkor is le kell tudnunk kezelni. Jó? Na mindegy, a lényeg, hogy ezt akkor kezdjük el, és egy-egy ilyen iterátort már rögtön állítsunk is ugye a stringekre, tehát a find-re és a replace-re. Ezek pedig ilyen konstans iterátorok lesznek, ami ugye a string osztályon belül van. Szerintem múlt alkalommal ezt már nézegettük. És akkor ez legyen a find iterátor. Ezt pedig ráállítjuk a find-nak az elejére. Ugye azért kell nekünk még ez a const iterátor, mert ugye const referencia paramétert adtunk át, és ezzel jelezzük tulajdonképpen azt, hogy se a find-ot, se a replace-t nem fogjuk módosítani itt a függvényen belül, viszont az iterátorral végig kell mennünk rajta. Tehát ez a const iterátor egy olyan, amivel tulajdonképpen csak így végigmegyünk, és csak az értékét kérjük el az adott elemnek, tehát nem fogunk hozzányúlni. Úgymond immutable-ként fogjuk ezt kezelni. Jó. Csináljunk meg ugyanezt a replace stringre is. Jó. Na, és akkor itt szépen azt csináljuk, hogy szépen végiglépegetünk a find-on is, illetve a replace-en is, és amíg ezek nem, tehát ha nem egyenlőek, akkor ki is cseréljük, úgymond. Jó, tehát szépen végrehajtjuk a cserét. De akkor ez hogy is kéne, ugye, hogy egyrészt megyünk ugye a find iterátoron is, meg a replace iterátoron is, hoppá, find iterátoron, és ha ez ugye nem egyenlő a végével, tehát ugye kvázi végig megyünk, valamint, hogyha a replace iterátor megint csak nem ér a végéig, és akkor fogjuk végrehajtani a cserét. Igen, csak még hát egy ifet dobjunk be, hogy akkor cseréljünk, ha különbözik. Ne csináljunk fölösleges műveleteket. Jó? Tehát, hogyha a find iteratorra hivatkozott érték nem egyenlő a replace iterátorra hivatkozó értékkel. Igen, mert amúgy ne cseréljünk.
hibákat meg végként ne tegyünk bele. Jó. És tehát, hogyha nem egyenlő, akkor cseréljünk. Jó. És mit cseréljünk? Hát azt cseréljük, amire a poz mutat. Ugye, mert mi a poz? Ugye a poz az az, hogy a dokumentumunkban mire mutat éppen az iterátor, tehát a dokumentumunkon ugye megyünk szépen végig, és ugye abba kell kicserélnünk stringeket. Jó? Oké, és akkor replace iterátor. Jó. Tehát ugye amire mutatunk, azt cseréljük ki a replace iterátor által mutatott értékre. Legalábbis remélem, hogy jól dolgoztunk. Jó. Ide azért teszek egy ilyet, mert itt még van egy pár eset, amit le kell tudnunk kezelni. Na például mi van akkor, hogyha a find iterátor által mutatott érték, szerintem ezt nem fogjuk kipróbálni most, mondjuk egy peren karakter, és ugye a replace iterátor meg nem az. Akkor ugye a sorokkal kell valamit kezdenünk. Így van, tehát akkor a sorral kell, sort kell egy kicsit hackkelnünk. Jó, tehát akkor kezeljük le ezt az esetet. Tehát hogyha ez a, amire a find iterátor hivatkozik, ez egy ilyen peren karakter, tehát új sor, akkor ezt a sort úgymond föl kell hozni, ami ugye a lista következő eleme. Jó? Ezt azért kell megtennünk, nyilván, hogyha vektorban lenne az egész, akkor ez automatikusan gyakorlatilag működne, tehát ha az egész dokumentumunk vektorban lenne, viszont mivel nem vektorban vagyunk, ezért a lista következő elemét, ugye a listában vannak a sorok, a lista következő elemét föntebb kell egyel hoznunk. Erre majd fogunk egy külön függvényt írni, ezt a concat függvényt, aminek majd egy iterátort fogunk átadni, ugye egy ilyen text iterátort, hogy pontosan tudjuk, hogy mit kell felhozni. Jó, ezt majd később megírjuk. Oké, és a másik ilyen eset, ami ehhez hasonló, ugye, hogy mi van akkor, hogyha a replace iterátorban van peren karakter, akkor meg egy sortörést kell beletenni a dologba. Ugye, így van. Tehát, hogyha a replace iterátor értéke peren, akkor kell egy sortörés. Ugye ezt is hasonlóan a lista miatt kell megtennünk. Tehát akkor csináljunk egy ilyen break line-t, és ennek is a aktuális text iterátort fogjuk átadni. Jó. Na, és akkor ide még teszek pár megjegyzést, hogy akkor ezt a függvényt kell implementálnunk, meg ezt a függvényt kell implementálnunk. Jó. És akkor még két eset van ezen felül, amit le kell tudnunk kezelni. Ugye mi van akkor, hogyha a find és a replace ugye nem ugyanolyan hosszú? Ugye ezt le kell tudnunk kezelni. Például itt látjuk rögtön, amit ki akarunk próbálni, hogy ez nem egyenlő hosszúságú se a station, tehát nem ugyanolyan hosszúak. Ez mit tudom én, 8 karakter, ez 11, csak mondok valamit. Ugye ezeket le kell tudnunk kezelni, mert itt most ugye a ciklusunk meddig megy? Ugye addig megy, hogy amíg a find-nak és a replace-nek a végére nem érünk. Jó, tehát ha az egyiknek a végére érünk, akkor ez itt ugye megállna. Jó? És ugye az nem jó nekünk. Jó, tehát az nem jó. Tehát ebben az esetben mondjuk, hogyha nem kezelnénk le a különböző hosszúságokat, hát akkor valahol, hát mondjuk itt levágnánk, hát hány karakter, ez 9, ez meg 10, akkor mondjuk erről cserélné erre. Jó, és az nem jó nekünk.
Jó, úgyhogy ezt most akkor kezeljük le. Majd sok kapcsolatban én is elveszek. Jó, hát reméljük a legjobbakat. És ugye ne felejtsük el az iterátorokat léptetni. Ez is egy fontos része lenne a dolognak. Ez pedig itt kell, ugye? Így van. Jó, tehát egyrészt léptessük a pozíciót, ugye a dokumentumunkba, illetve léptessük a két string iterátort. Jó, ezt ne felejtsük el. Nyilván akkor végtelen ciklus, ugye, ahogy múltkor is sikerült belefutnunk. Jó. Pillanat, még ránézek, hogy rendben van-e. És közben a chatbe nyugodtan jöhet, hogyha esetleg van kérdés, vagy látjátok, hogyha hibát vétek. Múltkor is érkezett egyébként chatbe a hiba oka, tehát hogy mi lehet a hiba. Azért mondom, hogy tök hasznos, hogy ti is itt nézitek, mert tudtok segíteni, hogyha hibát követek el. Jó, na és akkor mondom, akkor most már tényleg kezeljük le ezt a hibát. Tehát első körben csináljuk azt, hogyha mondjuk az a string, amit leszeretnénk cserélni, hosszabb, mint amire leszeretnénk cserélni. Ugye ez pont a másik eset, mint ami most nekünk van itt konkrétan. Jó? Tehát hogyha a find iterátorunkkal mi nem értünk a végére, jó. Ugye? De már a replace iterátorral a végén vagyunk. Ugye, hogyha ezzel a végére értünk, akkor ugye ez a ciklus megáll, és a vezérlés innen folytatódik. Viszont még nem értük el a find-nak a végét. Így van, tehát hogyha a find hosszabb, akkor csináljunk egy olyat, hogy egyrészt nézzük meg, hogy az új sor-e. Hát igen, nézzük meg, tehát csináljuk meg az új sorra is. Tehát, hogyha ahol éppen vagyunk, az egy új sor karakter, akkor hasonlóan csak, mint itt az előbb konkateneáljunk. És a pozícióra. Igen. Jó. Egyébként meg töröljük ki azt, ami utána van. Erase pause. Viszont itt majd vissza kell nekünk adnunk, tehát vissza kell kérnünk majd az iterátort. És azért kell visszakérnünk, mert azt fogjuk utána ugye használni. Jó? És ne itt belül léptessük, hanem majd léptesse itt nekünk a... Hát, vagy belül léptessük, meglátjuk, jó? De itt vissza kell majd kérnünk nekünk az iterátort. Jó? És egyébként meg léptessük, csak hogy a ciklusunk véget érjen előbb-utóbb. Jó? Itt karaktereket fogunk majd törölni. Így van. Jó, na menjünk akkor a következő esetre. Mi van akkor, hogyha a replace string a hosszabb? Tehát ha még a replace iterátorral nem értünk a végére, akkor mit kell csinálnunk? Nagyon egyszerű, mert akkor nem irézálni fogunk, hanem inzertelni.
pénzért, és ugye a ugye itt átadjuk neki majd a karaktert, tehát egyrészt ugye kell az iterátor, hogy hova, meg ugye kell a karakter, hogy mit. Így van. És csak hogy hasonlóan járjunk el, mint az irézzel, itt is majd visszaadjuk a textiterátort. Hát átadhatnánk referenciát is. Hát csak ezek a textiterátor, tehát iterátor referenciákkal nagyon kell vigyázni, hogy invalid állapotba kerüljenek. Maradjunk most ennél. Szerintem nézni fogunk egy olyat is, amikor referenciát adunk át. Jó, oké is. És akkor itt is hasonlóképpen, ahogy az előbb, megnézzük, hogy új sor-e, karakter. Csak itt ebbe az esetben ugye nem konkatenálni kell, tehát nem fel kell hozni az előző sort, hanem breakelni kell, tehát kell egy új sor. Tehát be kell iktatni egy új sort, hát ugyanúgy, mint ahogy itt is az előbb tettük. Rendben van, és hogyha ez megvan, akkor megint csak ne felejtsük el léptetni. Hát ugye egyrészt a pozíciót, mert itt ugye a pozícióba fogunk majd karaktereket inzertálni. Hát lehet, hogy ezt meg lehetne szebben is. Most így oldjuk meg. És persze léptessük a replace iterátort is. Na és akkor egy-egy tudót még ide bedobunk, mert ugye kell az irész, meg kell nekünk ez a insert függvény is, hogy ne felejtsük el. Rendben van. Na és akkor hát hol folytassuk? Hát írjuk meg mondjuk a konkret függvényt, mert szerintem az következik a sorba. Jó. Akkor szerintem ezt ilyen iterátor referenciával fogjuk megírni. Jó. Nézzük. Ugye ezt is ide a dokumenten belülre tesszük. És ide már egy textiterátor referenciát fogunk átdobni. És akkor nézzük meg, hogy ez hogyan is fog működni. Jó. Ugye egyrészt a pozíció alapján el kell kérnünk nekünk azt, hogy melyik sorba vagyunk, meg el kell kérnünk nekünk azt, hogy melyik karakteren vagyunk ugye a soron belül. Jó? És akkor ott kell nekünk ezt megoldani, hogy ugye egyrészt a következő sort föl kell nekünk hozni. Tehát a rákövetkező sort föl kell másolni az előzőre. Erre majd szerintem fogjuk használni a beépített iterátornak, tehát a konkrét, tehát a vektor iterátornak az insert tag függvényét, csak már ha már van, akkor használjuk azt. És akkor ezután ugye nekünk validálni kell ugye az iterátort, tehát oda kell állítani, ahol ezt a másolást elvégeztük, tehát annak a végére. Illetve, miután ezt lemásoltuk, a következő sort törölnünk kell. Tehát azt a sort, amit felhoztunk egyel, azt nyilván törölnünk kell, mert úgy lesz jó. Tehát az a sort, tehát ne legyen duplikátum. Ja, és nagyjából ennyi. Jó, úgyhogy akkor kezdjük is el. Ugye, ahogy mondtam, akkor kell egy soriterátor, illetve a soron belül kell egy ilyen hát karakteriterátor, pontosabban egy lista és egy vektoriterátor, csak hogy pontos legyek. Jó, úgyhogy akkor írjuk meg most ezt.
Hát itt is lehetne használni az autót. Most már fogom is majd használni. Jó, tehát akkor itt vagyunk az aktuális sorba, és ugye a textiterátornak, ha jól emlékszem, van egy ilyen getline tagfüggvénye. Megírtuk mi ezt? Lehet, hogy nem. Nem írtuk még meg. Jó, akkor majd megírjuk mindjárt ezt is. Valamire úgy emlékeztem, hogy megírtuk, de akkor tévedtem. Jó, és akkor kell nekünk egy vektoriterátor. Ugye tudjuk, hogy a line az egy alias a karaktervektorra, ugye az STL-beli sima vektornak a karakteres specializációjára egy alias, amit mi vezettünk be még az elején. De a lényeg, hogy akkor itt pedig a soron belüli pozíciónak az iterátora lesz, és ez pedig a pozíciónak ugye a get posztagfüggvénye fogja nekünk adni. Tehát ez a textiterátornak a get posztagfüggvénye. Viszont akkor ezeket írjuk meg, mert ezek viszonylag egyszerű függvények. Sima getter függvények, semmi különös. De így van, tehát a textiterátornak egy-egy ilyen getter függvénye. Line iterátor. Tehát egy ilyen lista iterátort fog visszaadni. Ja, getLine, és egész egyszerűen csak visszaadja az ellent. Ugye, mert az ellen nekünk az ugye pont egy ilyen lista iterátor, és analóg módon fog működni a soron belüli iterátor is, tehát a vektor iterátor. Ugye ez a getPos névre hallgat. Ugye getPos. Igen, getPos. Ez pedig magát a pozíciót fogja visszaadni. Jó. Egy-egy ilyen get függvényt azt, vagy getter függvényt azt bedobtunk, hogy legyen. Jó, tehát elkértük a pozíciót. Ugye egyrészt a sort is, meg a soron belül, hogy hol vagyunk. Ugye mindkettő kell nekünk, ugye a sorra, amiatt, mert ugye nyilván a következő sort fogjuk majd fölmásolni. Na, és akkor nézzük is, hogyan működik ez. Ugye alapvetően fog kellene nekünk majd egy ilyen index, hogy majd a végén a pozíciót mennyivel shifteljük, ugye, hogy a sor végén legyünk. Úgyhogy szerintem most érdemes is lenne elkérni. Jó, ugye a vektor osztály meg a legtöbb konténeren belül van egy ilyen size type hát változó, ez is tulajdonképpen egy alias. Hát ez egy ilyen méretszerű dolgot fog nekünk visszaadni. A lényeg, hogyha indexelni szeretnénk így konténeren belül, akkor ezt a size type-ot szoktuk használni. Majd keressétek meg, hogy pontosan milyen alias ez a size type, de lehet, hogy majd én is ránézek. Most hirtelen fejből nem tudom, hogy a vektoron belül mi ez a size type. Szerintem ez amúgy alapvetően most nekünk a karakter mérete lesz, mert ugye a line az egy karaktervektorra egy alias, de majd megnézzük, ezt ne felejtsük el. Jó? De a lényeg, hogy kell nekünk egy ilyen index, ami azt fogja nekünk mondani, hogy mennyivel tolódik majd el a dolog, tehát hogy pontosan hol vagyunk a soron belül alapvetően. Így van. Tehát, hogy hány karakterrel vagyunk arrébb, úgymond az induláshoz képest. Jó. Adminisztratív, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi történik. Jó. Na, kérjünk egy iterátort a következő sorra. Azt, hát most ilyen nagyon nagyon egyszerű módon ugye úgy fogjuk elkérni, hogy
Állítunk egy iterátort az aktuális sorra, és csak simán léptetjük. Tudom, nem szép, aláírom, de most oldjuk meg így ilyen nagyon egyszerűség, nagyon-nagyon egyszerűen. Jó. Na és akkor ugye megvan nekünk az aktuális sor, sőt az aktuális pozíció, illetve megvan nekünk a következő sor, úgyhogy most már tudjuk csinálni azt, hogy, hogy simán csinálunk egy másolást. Jó. Tehát átmásoljuk a következő sor összes elemét az aktuális sorra, és akkor erre fogjuk kérni a vektornak az insert tagfüggvényét. Jó, tehát akkor kérjük el az aktuális sorvektort, és hívjuk az insert tagfüggvényt. Ugye ez nem az az insert, amit majd mi fogunk megírni, hanem ez tényleg a vektornak az insert függvénye. És akkor itt ugye iterátorokat tudunk átadni. És ugye az iterátornak át tudjuk adni azt, hogy honnan másoljunk és mit másoljunk. Itt nagyon sokféle van, azt hiszem 4 vagy 5 féle ilyen insert függvény. Hát mi most azt fogjuk használni, amivel azt mondjuk meg, hogy hova másoljunk. Ugye ez a aktuális sornak a vége. És az, hogy mit másoljunk, arra pedig egy-egy iterátort fogunk a szokott módon. Ugye a next line-nak az eleje, illetve fontos, hogy a zárójelezést ne roncsuk el. Tehát a next line-nak az eleje, illetve a next line-nak a össze-vissza nyomkodom a zárójelezést. Jó, illetve a next line-nak a vége. Jó, tehát ezt az intervallumot másolja át nekünk az aktuális sorunkba. Jó, tehát a következő sort hozzuk föntebb a fölötte lévő sorba, és annak a végére, annak a végére konkatenáljuk. Jó, na, és akkor most jön az, hogy validálnunk kell az iterátorunkat. Ez pedig annyit jelent nekünk, hogy kell egy textiterátort állítanunk, ugye az aktuális sorra, illetve az aktuális soron belül arra a pozícióra, amennyivel ugye eltoltuk. Ez pedig simán csak ugye annyi, hogy az aktuális sor elejét elléptetjük ezzel az indexel. És ezzel fogjuk a pozíció textiterátorunkat beállítani a megfelelő pozícióra. Jó, és a következő lépés pedig az, hogy a következő sort egész egyszerűen csak kitöröljük. Ehhez megint csak egy listaiterátort fogunk használni. Listaiterátort. Igen. Listaiterátort fogunk használni, és használjuk ugye a mi begin függvényünket, és annak a getline tagfüggvényét. Így van. Mert ugye a dokumentosztályon belül van egy begin függvényünk. Így van. Viszont akkor nagyon fontos, hogy itt ne felejtsük el, ez jó, hogy észrevettem, hogy ugye mi a dokumenten belül vagyunk. Jó, tehát a dokumentosztályon belül vagyunk, majd a prototípust is elkészítjük, de ez már itt van. Adminisztratív dolog, de fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Jó, tehát a dokumenten belül van egy begin osztályunk. Begin függvényünk, bocsánat. Jó, jó, jó. És akkor így szépen annyit csinálunk, hogy kitörőjük a sorokat. Tehát kitörőjük a sort, ami nem kell nekünk. Hát erre segítségül hívhatunk egy ilyen line iterátort.
pontosabban egy ilyen administratív segédváltozót, ami egészen, tehát ami fogja nekünk vezérelni ezt a kis vágyciklust. Így van. Amíg ez a listiterátor, tehát szépen ez a listaiterátorral ellépkedünk a next line-ig. Így van, tehát szépen lépkedünk, és amikor odaértünk, akkor töröljük ki. Jó? Tehát léptetjük a listaiterátort is, illetve növeljük ezt a segédváltozót is. És hogyha odaértünk, akkor egész egyszerűen csak kitöröljük ezt a sort a mi kis irézlány függvényünkkel. Ugye mi is kell az irézlánynak? Aha, tehát kell egy dokument referencia, illetve egy sorszám. Van. Jó, ugye a sorszámunk itt lesz. Ugye a dokumentunk meg, ugye az meg van, mert hogy abba vagyunk. Tehát akkor itt eldobjuk neki a self-referenced, illetve ezt a sorszámot, ugye amit itt szépen kimatekoztunk magunk. És reménykedjünk, hogy működni fog. Jó. Rendben van. Akkor a concat megvan. Most kéne a breakline. Hát az szerintem egy fokkal egyszerűbb dolog lesz. Legalábbis reményeim szerint. Ugye a breakline-nak is egy iterátort fogunk átadni. Ugye, hogy hol kell a sortörést megcsinálni. De akkor itt is írjuk meg a prototípust. Jó, és ezt is itt szépen kívül megírjuk. Jó. Na hát mit kell csinálnunk, amikor sortörést akarunk beépíteni? Alapvetően egyszerű a dolgunk, mert hasonló módon el kell kérnünk ugye az aktuális pozíciót, ugye a sort, meg a soron belül ugye a karaktert. És léptetnünk el, ugye hasonlóan kell, tehát kell az új sor is, meg az aktuális sor is, és egész egyszerűen csak egy új sorba be kell nekünk másolni ezt a sortörés utáni karaktereket tulajdonképpen. Jó, úgyhogy akkor ezt kezdjük is el. Ugye kell nekünk megint egy ilyen listaiterátor. Így van. Ami az aktuális sorra lesz. Hát ezt a pozíciót el tudjuk megint csak kérni. Mert hogy ugye a pozícióban van egy ilyen tagfüggény, ugye, amit most írtunk meg. És megint csak csináljuk ugyanazt, amit az előbb. Egy ilyen next line-t. Hát ahogy mondom, megint csak nem biztos, hogy ez a legelegánsabb megoldás. De hát most akkor csináljuk így. Jó, és egész egyszerűen csak az elejére be kell másolnunk. Jó, megint használjuk a vektornak az insert tagfüggvényét. Tehát akkor ez a next line insert tulajdonképpen. Tehát ugye ez a csillag next line, ugye ez a következő sornak a vektora, és oda illesztünk be mi most valamit. De hova illesztjük be? Ugye hasonlóan működik, mint az előző. Ugye a következő sornak az elejére.
Jó, és mit illesztünk be? Hát az aktuális pozíciót, de ugye elvileg az nagyon fontos, azt ne felejtsük el, hogy az aktuális pozíció most egy peren. Ugye? Yeah. És vagyunk. Hm? Tehát az aktuális pozíció az valószínűleg egy peren, tehát annak a következőjét kell. Jól mondom. Nem, nem peren. De az aktuális pozíciónak a következő eleme kell. Így van. Tehát a rákövetkező elem, tehát ott azt léptetünk egyet. Tehát onnantól a végéig. Onnantól a végéig illesz-e be a next line-t. Pontosabban az aktuálisat. Így van, így van, így van. Az aktuális sornak a végéig. Jó? Tehát megint az, hogy hova illesztjük be, nyilván a következő sor elejére, és hogy mettől meddig, ugye egy-egy iterátort szépen átadunk. Legalábbis remélem, hogy ez így rendben lesz. És akkor ugye még egy dolgunk van, mivel hogy volt egy peren, ezért azt kell tennünk, hogy azt a sort, amit áttettünk a következőbe, annak a végét ki kell törölnünk, mert ugye azt áttettük a következő sorba. Jó? Úgyhogy akkor ezt fogjuk most megcsinálni. Így van. Tehát itt fogunk törölni az aktuális sorba, és itt ugye csak egy intervallumot kell megadnunk, hogy mettől meddig, és ugye hát itt azt fogjuk, tehát tulajdonképpen ugyanazt, mint az előbb, tehát amit átmásoltunk tulajdonképpen. Mert ezt az intervallumot, ugye itt, tehát ezt az intervallumot itt áttettük a következő sorba. Jó. Hát ezzel úgy néz ki, hogy a breakline is megvan. És akkor mi kell még itt? Ugye kell az erase, ugye a karakterre, meg az insert a karakterre. Jó. Hát akkor ezeket is írjuk meg. Hát ezeket megírjuk szerintem így egyszerre. Ugye ez is a dokument osztályunkon belül van. Akkor ide létrehozunk egy-egy prototípust. Ugye ezek textiterátort fognak visszaadni, csak mert úgy működnek igazán jól. Ugye erase insert, és akkor az insertnek kell a pozíció, illetve kell egy karakter. Így van. És akkor valahol ide írjuk. Mindegy igazából. Jó. Hát ezek már remélhetőleg gyorsan megvannak, ezek nem olyan hosszú függvények. Ugye itt is el kell kérnünk egyrészt a sort is, meg el kell kérnünk a pozíciót is mindkét esetben. Ugye és a sornál, tehát az iréznél is, meg az insertnél is, itt már fogjuk majd tudni használni megint csak ugye a vektornak az insert meg iréz tagfüggvényeit, de nyilván mivel, hogy nekünk van egy ilyen textiterátor az egész fölött, ezért kell ezt igazából elkészítenünk. Úgyhogy kezdjük az irézzel. Ugye itt egy sima textiterátort adunk át paraméterül, és hát úgy, hogy az előbb kérjük el a lista, meg a listán belül a vektoriterátort,
Ugye ez lesz az aktuális sor. Ugye erre használjuk a getLine-t, illetve a soron belüli iterátorra pedig használjuk ugye a getPos függvényt. Így van, tehát mindkettőre a pozíciót. Jó, és akkor innentől kezdve tényleg már tudjuk használni a sor, tehát a vektoron belüli irézfüggvényt, tehát a vektornak az iréz tagját. Így van, és annak van egy olyan változat, ami egy iterátort ad vissza. Ugye ez az ilyen iréz, meg insert, ez mindig ugye az STL-ben úgy van, hogy iterátorokat ad vissza. Jó, ez így van megírva, hogy így maradjon valid, úgymond a dolog, hogy ne tudjon elcsúszni rossz pozícióra. Ugye ez a törlés, meg beillesztés, ez hát így működik. Jó, és akkor itt a lista iterátoron belül, akkor, tehát ugye a vektornak használjuk az iréz tagját, és azt fogjuk kitörölni, amire mutat ugye a line iterátor. Jó, mert azt a karaktert kell nekünk kitörölni. Jó, és akkor igazából már csak annyi dolgunk van, hogy visszaadjunk egy text iterátort, mégpedig arra a helyre, ahova ugye az iréznek az eredménye mutat. Jó? Tehát itt ugye kitöröljük kitörünk a vektorunkból egy elemet tulajdonképpen, és az iréz visszaad nekünk egy line iterátort, ezt kell nekünk visszaadni. Jó? Mert így marad majd valid az iréz után a text iterátorunk is tulajdonképpen. Jó, oké, és akkor most elvileg ez így rendben van, akkor írjuk meg a insertet. Analóg módon fog tulajdonképpen ez is működni. Hát lehet, hogy még az elejét copy-paste-elem is, csak hogyha már hibát vétünk, akkor konzekvensen. És itt az insertbe ilyen karaktert ne felejtsük el átadni. A karakter az legyen meg. És itt pedig hasonlóan, mint az előbb, csak itt nem a vektornak az iréz tagfüggvényét, hanem az insert tagfüggvényét fogjuk használni. Ez tényleg gyakorlatilag ugyanaz, mint az előbb. Insert, és itt ugye meg kell adnunk, hogy hova akarjuk, és hogy mit szeretnénk. Jó? És akkor ezzel tulajdonképpen be is illesztjük. És ne felejtsük el visszaadni ezt a text iterátort. Hát reménykedjünk, hogy jól dolgoztunk. Ugye akkor mi a tudó, van egy konket, azt megírtuk, breakline megírtuk, irést megírtuk, insertet megírtuk. Rápillantok még a jegyzeteimre. És ugye még egy dolog hiányzik innen, mert igen, itt három felkiáltó jellek ki is emeltem magamnak. Ugye a Find and Replace-nél az fontos lenne, hogy minden előfordulásba lecserélje.
Így van. Nyilván előbb-utóbb ennek majd meg kell állni ennek a ciklusnak, úgyhogy még egyszer hívni kell a find textet. Ezt ne felejtsük el. Jó, tehát még egyszer find text, és az aktuális pozícióra, és a dokumentum végéig, ugye a stringet, amit keresünk. Jó, ez majdnem lemaradt. Még jó, hogy rápillantottam a jegyzeteimre. Na, hát reméljük a legjobbakat. Jó sokat írtunk, úgyhogy könnyen elképzelhető lesz benne jó sok hiba. De akkor nézzük is meg. Ja, még a mainre rápillantok. Oké. 0-4. Gyanús, hogy nincs benne hiba. 0-4, és akkor ugye nekünk most csak a szöveget kell neki átadni. Még a végén elsőre lefut. Na de akkor nézzük meg. Ugye van nekünk itt a szövegünk. És akkor keressünk már meg ezt a szót. Mondjuk itt van. Stationary distribution. És itt pedig lecserélte not stationary-re. Oké, és keressünk még egyet. Mondjuk itt van még egy stationary, és itt is lecserélte not stationary-re. Na, még a végén működni fog elsőre, ami egy ilyen, hát majd, hogy nem gyanús is, de úgy néz ki, hogy ez rendben van. Ez úgy néz ki, hogy rendben van. No. Hát, én akkor nagyjából ennyit gondoltam mára. Amúgy is lassan közeleg itt az ebédidő, úgyhogy én ennyit gondoltam mára. Remélem, hogy valamelyest követhető volt ez a dolog. Ha nem, YouTube-on úgyis fönt lesz, úgyhogy vissza tudjátok nézni. Okés. Persze lehet ezt még végtelenségig tesztelgetni, meg próbálgatni, hogy tényleg akkor az új sorok működnek-e, hogyha új sor teszünk bele, akkor mi történik, ilyesmi. Ezt rátok bízom, ezt tegyétek meg ti otthon. Mert nyilván a tesztelgetés az olyan, hogy hát a végtelenség lehet tényleg egy szoftvert tesztelni, de én jobban szeretek programot írni, mint tesztelni. Okés. Na, szóval akkor én tényleg már ennyit gondoltam. Én nagyon szépen köszönöm, hogy követtétek tényleg ezt az iterátoros kis blokkot, ezt a 4 alkalmat, vagy 3,5 alkalmat pontosabban. Fogjuk folytatni, de már nem iterátorokkal, hanem fogjuk folytatni a bevezető prokkönyv 21. fejezetét nézegetjük meg. Ott ilyen STL-beli algoritmusok, illetve STL-beli egyéb adatszerkezetek vannak. Alapvetően most ezek tényleg ilyen STL-es laborok lennének, vagy STL-es órák lennének, hogy pontosabban fogalmazzak. És ennek kapcsán fogunk majd haladóbb dolgokat is nézni. Tehát már nem csak a sima bevezető könyvből, hanem majd nézzük a C++ könyvet is, és akkor lambda functionokról fogunk beszélgetni. Tehát ugye beszélgetni fogunk majd függvényobjektumokról, illetve ilyen lambda függvényekről, meg egyéb hasonló szépségekről. Jó? Úgyhogy az iterátoros blokknak vége. Én nagyon szépen köszönöm, hogy figyelemmel kísértétek ezt a mai alkalmat is.